Szóval is hány alkalommal? Jújjújjúj, rengetegszer. Amióta mi együtt vagyunk, azóta is rengetegszer. A Gyuri meg szerintem megszámlálhatatlan. Szerintem ön még biztosan nem élt, amikor én már itt jártam. Szerintem én már 60, 1960-ban voltam. Én meg 1980-ban veled. Igen. És miket csináltak itt? Hogy miket csináltunk? Hát énekeltünk, mi mindig koncertre jövünk ide, vagy mást is csináltunk, Gyuri, mire emlékszel? Hát nem emlékszem, fürödtünk, wellnesseztünk, meg azért 80-ban mondjuk a szerelmünk elején még egész másokat is csináltunk. Mi a titka ennek a hosszú házasságnak? Nem tudom, hogy van egy titka. Hát az, hogy én nagyon aranyos vagyok, úgy hát... Á, nem, hát... Meg kell találja az a bizonyos két ember egymást, és akkor valahogyan össze lehet hozni. Én nem azt mondom, hogy a házasság egy zökkenőmentes intézmény, de nekünk nem voltak mélypontjaink, nem voltak kirohanásaink, hogy de akkor most elvállak és itt adlak. Volt, hogy összekaptunk, de ezek ilyen macska összefolyások. Hát igazából mi megtaláltuk egymást, mi egy, azt hiszem minden nagyképűség nélkül mondhatom, hogy egy alkotó páros vagyunk. Mi nem csak a művészi életben, mi a civil életben is sok mindent alkottunk együtt. Hogyan ismerkedtek össze? Úgy volt az, Gyuri, hogy én énekeltem egy együttesben, és fölkértek egy Ori műsorba, és akkor a te műsorod volt ez, és akkor... 78-ban. Nem, 80-ban, drága Gyuri. De 78-ban már ismertük egymást. De akkor még nem volt semmilyen koketa, meg ilyesmi. Igazán akkor értük, és Hajdúszoboszló is egy állomás volt, Haloid Balaton volt. Haloid Korda György. Haloid Korda György, az volt a címe, és akkor Klárika ott volt a műsorban, és megpróbáltam becserkészni. És a nyár végére sikerült. Túl jól sikerült. De most már ennek 31 éve. Igen, ez a 80 nyara volt, igen. Fellépéseket hogyan tudják összeegyeztetni a magánélettel? Hát hétvégén vannak az előadások, hála Istennek minden hétvégénk teli van. Hétközben van a Sport egy televízión, a póker közvetítés fölvétel, kedszerd a csütörtök, a Gyurinak van egy pici ulti napja is, aztán a hétfő, pici póker napunk is van. És akkor így eltelik az élet. Ugye nekem van háztartás, vannak az állatok, van a mama, és van a férjem, aki két gyereket tesz ki, vagy mondjuk hármat. Hová járnak fellépni, milyen városokban? Hát mindenfelé, mi külföldre is járunk, hát ahová hívnak, hát ugye. De most a legnagyobb duranás nekünk a Sziget Fesztivál lesz, ami augusztus 12-én lesz, és egy teljesen új dologgal megyünk most erre a fesztiválra. Tehát egy másfajta koncert, nyugodtan elárulhatom. Ez egy videókoncert. Csak a lényegét mondom, hogy mennek a dalaink, és közben hátunk mögött kivetítőn a dalnak a videó változata, de lehet az, hogy most énekeljük, és 40 évvel ezelőtti felvételen. Már hogy a tiéd, de mit tudom én, a 15-20 évvel ezelőtti közös dalainknak is a klipjei mennek ott, de ugyanazt énekeljük lent, tehát nagyon érdekes. Ezt egy Smash nevű diszkós fiú állította össze, aki nagyon-nagyon tehetségesen vágta össze ezt az anyagot, és ezt visszük most a Szigetre. Hogyan készülnek fel a fellépésekre? Hát igyekszünk pihenéssel. Az a nap mindig egy picit máshogyan kezdődik, ugye nekem elő kell készítenem, át kell néznem a ruhákat, hogy minden rendben van-e, berakpakolok a kocsiba, otthon is úgy hagyok mindent, hogy rendben legyen minden, amikor éjjel hazaérünk, aztán az előadás után. De az előadásos napok mindig másképpen kezdődnek, mint a többi. Milyennek találták a mai közönséget? Ez fenséges volt, és a szervezők mondják, hogy 7 óra óta ülnek itt és várnak minket ebbe azért hűvös estébe. 12-kor végeztünk mondjuk, és 10:40-kor kezdtünk. Azért
ahhoz szeretni kell valakit, hogy ezt... Ott nem, hogy végig üljék, mondjuk én hanem... magamért nem ülnék ennyi ideig a hűvösbe. De érted, hatalnak. Igen, Gyuri. Szóval nem győzünk eléggé hálásak lenni. Igen, csodálatos közönség volt. Nagyon, és én nagyon szépen megköszöntem nekik, hogy engem a keresztnevemen szólítanak, mert ez a... Téged a keresztnevem. Meg téged is, Gyuri. Engem de hogy téged lebácsíznak, hát ezt nem is ért egy művész, hogy lett bácsi. Ez egy olyan furcsa dolog. A kapáló parasztember az bácsi, de egy színpadi ember, ne haragudj, Básti Lajos, Latinum és Zoli bácsi volt. Nem, mert korán meghalt, jó, ez nem jó példa, de úgy gondolom, hogy a bácsi azért az nem helyén való. Ez szeretet jele, úgyhogy én nem haragszom egyáltalán. Hát én sem haragszom, csak furcsa. Én boldog vagyok, hogy én akár is. Korda Gyurinak, akár Gyurikának, akár Gyurinak, a Gyuri bácsinak hívnak. De ez én a Klárikám, ez helyesebb? Hát jó. De ezt a nagyja ragasztotta rá, hogy Klárikám. A keresztapu, adok is neki majd egy puszit, és az egy pofont is persze, mert sok kéket zöldet is mond rólunk. De azért jóban vannak Nacho Olivérrel, ugye? Persze, nagyon jó barátok sokat vagyunk is. Köszönhetek. Na, meg ők is nekünk. Meg azért, ők nekünk, mert ők ebből élnek. Mi pedig hasznosítjuk ezt a persze, ez a paródiát. Ez egy jó paródia, az egy csodálatos dolog, amikor az ember, engem sokan próbáltak parodizálni, és igazából ez az egy ember talált el belőlem valamit, hogy de mit, az nagyon nem drága, tudom, de azt betalált. Igazából én úgy csodálkozom, amikor valaki ezért megsértődik, hogy parodizálják. Parodizálni csak azt lehet, aki valamilyen. A sima szürke embereket nem lehet parodizálni. Nekem például azt hozta elő a pályámon, amire soha nem gondoltam, hogy a humorom miatt fognak szeretni, vagy amit mondok. Erre az ember nem gondol, hogy ilyen szerelmes dalokat énekelt világ életében, mint én. Hogy minden szaván nevetnek. Na de jó, Gyuri, de néha túl ilyen kis szenilis öregnek állít be. Szóval annyira öreg még nem vagy, mint hogy a Nacsa parodizál. Szenilis se vagyok. És szenilis se vagy, de ő annak egy mindig ezzel fogok is szólni neki, hogy attól még frissebb vagy, igen. Drága Klárikám, most azt akarom neked mondani, hogy nagyon fáj a fület. Igen, és akkor az Iván meg, mondjál Gyuri, mondjál Gyuri, meg beállít egy ilyen kis kretél Ivának, tehát Istenem, hát az is egy ember. Aranyosak. Na de aranyosak, nem haragszunk rá. Persze. Köszönjük szépen. Köszönjük.